Köszöntöm kedves nézőinket, Önök az Ismerős című műsorunkat látják. Most Nagy Bandó Andrással fogunk beszélgetni, akit abból az alkalomból hívtam meg, hogy számos évfordulója van ebben az évben. Szervusz András! Szervusz! Jobb, ha én mondom el. Igen, jobb, ha te mondod el. Igen. Szóval nézd, november 12-én leszek 65 éves. Ez egy viszonylag kerek évforduló, mert a 11 az kerek szám, ugye összeadjuk az annyi. Idén 10 éve, hogy írom a könyveimet, 37 könyv most már a vitrínben. Szép mennyiség. 20 éve, hogy Orfűn élünk. 30 éve humorfesztivál győztes vagyok. 40 éve humorista. Ebből az alkalomból jött ki az Egyedülállok, a 800 oldalas Nagy Bandó humoros életmű. Igen. És 50 éve, hogy elkezdtem a pódium szereplést irodalmi színpadosként Szegeden. Úgyhogy tulajdonképpen minden olyan szépen összejátszik. És most csak egyet szeretnék, hogy ugyanilyen állapotban üljünk le úgy 20 év múlva, és ezeket 20-an öbelbe végig beszélgethessük, mert úgy 85 évesen az már valami. Igen. Menjünk talán végig ezeken az évfordulókon. Hogyan jött az, hogy te először színpadra álltál, utána a humor felé karikatúrákat kezdti rajzolni, aztán... Milyen jó, hogy ezt mondod, mert 40 gyakorlatilag 50 éve, hogy karikaturistaként is elindultam, csak az elenyészett egy picit. Igen. De asztali portrékat ma is készítek. Uh-huh. Voltak olyan cégek, ahol műsort kértek tőlem meg, hogy a végén rajzoljam a vendégeket. Ilyen egyperces karikatúrákat csinálok. És érdekes, hogy ez is autodidakta módon jött. De a lényeg, hogy akkor 15 évesen kezdtem járni a Szegedi Vedresbe, az építőipari technikumba, ahol telirajzoltam a fali újságot mindenki, a tanárok örömére, jobbkedvűek voltak az órán. Utána Dél-Magyarország Szegedi Egyetem hozta ezeket a rajzokat, majd Kaján Tibor jobbotából az Új Tükör, és végül lett nekem egy rajzos műsorszámom is a Szénnel a kézben, azt itt Pécsett is bemutattam. Annak a története nagyon érdekes azért, mert Horváth Viktor, aki akkor stúdiós volt a Potén, hívott meg engem, aki látott Szegeden rajzos műsorommal. Zenére rajzoltam, asszociáció, nagyon nagy szám volt. És a rektor, az egyetem rektora, mivel nem ismerte a műsort és rettegett attól, hogy politikai tartalma miatt kikezdheti a orvostan hallgatók érzékeny pontjait, azt kérte tőlem, hogy mutassam be előtte a műsort. Mondtam neki, hogy uram, ha én ezt bemutatom, akkor nem lesz műsor, mert egyszer tudom megrajzolni, föl van készítve a papír. És így bevállalta, ahogy Igen. ma mondják, és lemehetett, és gratulált utána, hogy ez fantasztikus. Hát szegény nem tudta, hogy ha nem nézi meg, akkor is ugyanaz lesz, mint ha megnézi, de végül békébe lement, és nagy emlékeim vannak azért abban az időből, a Poté, meg aztán körbe mindegyik főiskola, meg középiskola vendége volt, amit. Igen, és akkor utána hogyan jött ez a Markos Nádas jóval? Nézd, 81-től indult a humorfesztivál, és 82-ben ért véget, tehát ősztől tavaszig tartott, sőt a tavasz az már baromi kemény meleg volt, a Váci Művelődési Központ fölforrósodott, izzadta, le vagyunk fotózva, végén pacallázott ingekbe, ilyen 35-40-et ott is kifogtunk. De a lényeg, hogy én az egyik fődíjat kaptam, Markos Nádasék a másik fődíjat. Én szerényebb vagyok, mert ők mindig azt mondják, amikor megnyertük a humorfesztivál, nem nyerték meg. Én az elődöntőben mutattam be a Kocka utca 13 című számot, amire a Marton azt mondta, hogy hát Nagy Bandó, jó van, akkor győztes számunk már megvan, de mit írsz a középdöntőre meg a döntőre? Mert ez annyira szociográfikus, érdekes volt, újszerű. Uh-huh. De aztán a Nádas mellé benevezés nélkül beállt a Markos Gyuri gegelni, uh-huh. ott ragadt, megszületett a Húgyos Józsi bácsi, és így akkor ugye vetélkedett a Kocka utca meg ezt, hogy ki lesz a győztes, és Salamoni döntéssel a rádió fődíját kaptuk, és mind a háromunkat szerződtetett a Marton a mikroszkópra. Úgyhogy attól kezdve egy évig mikroszkópoztam, és utána azonnal otthagytam, mert az, hogy én minden este ott föllépek 10 perces számommal, és közben az országot, ami anyagilag is jobb volt természetesen, nem bírtam járni, holott nekem a vidék jelentett mindent, ezt azt mondtam, hogy nem. Úgyhogy addig tartott a dolog, és szerencsére 83-tól beindult a vártunk, kölcsönkértünk, ezzel a számmal a tévés sorozatom,
téli napló, beázási napló, Kocka utca, ablakos, stb. Úgyhogy én nekem akkora felfutásom volt, hogy a 80-as években 500-nál több műsort csináltam minden évben, egy év alatt. És azóta is levezettem összesen, amióta autón van, 1.600.000 kilométert, és 16.000 műsor van mögöttem. Úgyhogy a szakma öreg harcosa vagyok. Lettem. Aztán hogyan jött az írás? Hát az írás az már akkor elindult, és erre határozott válaszom bárkinek, aki megkérdezi, neked is, a nézők felé is mondom, hogy az, aki megveszi az írógépét, azért veszi meg, mert van véleménye a világról. Ezt a Verebes Pistának mondta Nádasdy Kálmán anno, hogy vegyen írógépet. De én is ezzel a tudattal vettem meg. No, és ahogy Karinti se volt humorista, hanem író és költő volt. De olyan erős humoros vénája volt, hogy összeírta azt a hatalmas anyagot, ezért őt humoristaként tartjuk számon, ahelyett, hogy íróként tartanánk számon, aki mellesleg költő is, és nem mellesleg humoros vénájából adódóan remek humorista. Én ezt a hármast példának tekintettem mindig, de nem tudtam, hogy sikerül ebbe az irányba lépdelnem. De a gyermekköteteket 8 éve az unokám robbantotta ki, de itt ez a százszor szép, ami tavaly, illetve tavasszal jött ki a könyvfétre, ebben már 16 köteten válogatott versei vannak. Igen. És itt az elején ezt azért vettem kézbe, gyermekkori verseimet láthatják, kézírásom. 11-12 évesen írtam verseket, 6 darabot tettem előre is, hátulra is, és ez mutatja, hogy nem most indult ez el, hanem úgy, ahogy verseltem is, örökké szavaló versenke voltam, színjátszó voltam, írtam is verseket, csak mindig valami elhalt, mert valami erőteljesebben. Olyan ezt tudod, mint amikor egy kisebb fát agyonnyom egy nagyobb fa, mert annak erősebb a növése, és amikor a nagyobb fát kivágod, mert szárad bármi, akkor a kicsi elkezd kibontakozni. És ez nálunk megtörtént, azért mondom így, a házunk előtt egy díszcseresznye és egy hárs, a hárs szenvedő volt, tehát őt vágtuk ki. Most abba az oldalba erősödik a díszcseresznye. És a lényeg, hogy ez egyszer csak az unokám születésétől kibontakozott. Igen. És ezt senki nem hiszi el, mert mindenki azt hiszi, hogy az első kötete van a bandónak kész, de akik már járatosak a verseimben, tudják, hogy 18. kötet, ez ami most jött, igen, ez a varázspadlás lakóját, tulajdonképpen ennek kapcsán ültünk le, ha úgy vesszük, és ebben a Magyar Hertelendi Varázspadlás összes macia, babája megvan énekelve. Ez, igen, az első verses mesém. Ismerhetik, mert voltunk ott, mi is forgatni. Szóval ez, és ráadásul a CD itt van a végén, igen, ami azt jelenti, hogy én magam fölmondtam. Ennek a párja, idézőjelben, mert az a második verses mesém, bár megírva azzal lettem először kész, a Hangya Banda Nagy Kalandja, az meg majd októbertől jön. Ha lesz alkalmunk, beszélgessünk róla. Egy gyönyörű illusztrációs sorozat kerül bele Antal Tamás jóvoltából. Megtaláltam azt, aki megálmodta azokat a hangyákat, amelyeket én már megálmodtam. Nagyon szép, ahogy összejöttünk. 7 illusztrátor pályázott rá. Na, lényeg, ez most nagy öröm volt, és előtte a tavalyi év újdonsága volt ez a kicsi versek kicsinyeknek. Ebben, és ez is egy tüneményes rajz itt hátul, ebben pécsi gyerekek, 13 iskola, itt is az nyílt ki, 13 iskola legjobbjai rajzolták tele, sőt, egy dankóros kis amatőr művésznek is itt vannak a rajzai, ez a kettő. Igen. Csak azért mondom, mert így szépen jöttek sorba, és érdekes, hogy amikor a legelső könyvem megjelent, és már a második évben újat adtam ki a fából, Vasparipát, a jelenkorosok adták ki, Csordás Gábor, mondta Gábor, hogy most azért egy évig ne adja ki újat, mert az új könyv mindig háttérbe kerül, mert még mindig az elsőt szeretik. Igen. De én nem azért írom a könyvet, hogy üzletileg mérlegeljek, hanem azért, mert rengeteg vers születik, és egy-egy csokor belekerülhet egy kötetbe. És közben a felnőtteknek is megírtam a köteteimet, nagyjából 20 kötet a felnőtteké, a 37-ből ugye pontosan. És abban például a Sosem volt Toszkána és a Vár rá Toszkána, az félelmetes siker. Szóval ez a könyv kettős most már,
olyan forma siker, amit soha senki nem itt volna el, csak aki már látta annó a kéziratát. 5 kiadást jósoltak neki, hát 12 kiadásnál jár. 30 ezer példánnyal, ma egy első kötetes regény írótól, már úgy értem, mint regényíróként igen, első kötet volt, ez egy példátlan nagyságrendű siker, és ma még jobban fut, mert most már egymásnak ajánlják, és adják tovább, és családok és baráti közösségek olvassák. Szóval nekem, mondhatom azt, és tényleg így van, annó, mikor Szegeden laktam, akkor az egyik szomszédasszonyunk mondta, a bíróné Marika, hogy András, te bármihez nyúlsz, arannyá változik. Amit elkezdtem csinálni, ott is látták, abból mindig lett valami. És ugyanígy ez is, de ez mind azért van, mert én követem Szókratészt, aki azt mondta, hogy nem a vagyonból lesz az erény, hanem az erényből lesz a vagyon. És először erényesen kell élni, megmutatni, hogy mit tudsz, majd az utána hoz anyagiakat is. De aki mérlegel, anyagiakra akar ráhajtani, az ne kezdjen se íráshoz, se máshoz. Érted? De szóval nem volt olyan munkám még, amit ne örömmel csináltam volna. Amikor köműves voltam, vagy újságkézbesítő, vagy kertészkedtem, nekem mind boldogító érzés volt. És ezeket a könyveket írni ugyanaz. Érted? Szóval nincs igen, mese, csak így lehet, ilyen aspektusból. Ugye említetted, hogy amikor elkezdted ezek a tévés műsorokat is csinálni, hogy évente 500 műsort csináltál, most látjuk, hogy 10 év alatt sok könyved megjelent, verses kötetted, regény. Minek tulajdonított ezt a nagy termékenységedet? Most a Hankis könyvét olvasom, ahogy mondtam, ez az Ikarosz bukása, és ebben megemlít másoktól idézve, én elég nagy emberek, nem sorolom fel az összes, de erre kitér, hogy egy bőröndel érkezünk a világra, mondják ők. Én ezt mostanában mindenkinek elmondtam, én egy batyúval érkeztem, és jobb a batyú, mint a bőrön, mert a bőrön tudom, hogy én pakoltam be. De hogy mi van a hátamon a batyúban, azt nem tudom. Csak egyet tudok, hogy amíg ez a batyú bármifélét tartalmaz, addig én itt kell, hogy ragadjak ezen a földön, mert ezeket nekem ki kell pakolnom. És egyszer csak azon kapom magam, hogy hoppá, még ez is benne volt. A varázspadlás 2 hónap alatt született könyvé, az ötlettől a megvalósulásig, a könyv kiadásáig. Elé tolakodott olyannak, amit meg akartam írni. A hangyabanda kalandja elé is tolakodott, mert pedig mondtam, hamarabb lett kész. De a illusztráció miatt az csúszik. De ugyanígy most 30 könyv ötlet nagyjából, ami így föl van írva nálam a jegyzettömbömön, ami még kikívánkozik. Na de ha belegondolsz, hogy az András könyve, ami a hitről úgy szól, hogy meglepetést okozott sokaknak, Hankis Elemér és Ördög Szilveszter előszavával jött ki 8 éve, az is 20 ezer példányig jutott. 5 kiadás. Mert a hitről nem szokványosan gondolkodom, és azok se sértődnek meg, akik ortodox, mély, vallásos életfelfogásban élnek. Az első mondata az, hogy én és az Atya egyek vagyunk, mondta Jézus. Utolsó mondata ugyanez. Tehát én nem a jézusi szót cáfolom, a létét vagy nem létét, hanem másképp gondolkodom. De hogy? Úgy gondolkodom a hitről, ahogy annó Jézus gondolkodott. Változtatni kell a szokványokon, mert elposványosodik a vallás. Most ehelyett néha azt érzem, hogy a vallás változott olyanná, amit ma Jézus megváltoztatna. Most meg fog születni egy könyvem, ahol Jézus kihúzza a szöget az egyik feszületen a falu szélén, és besétál a faluba, beül a kocsmába az emberek mellé, és ott beszélget velük. És ott a kocsmai asztalnál elmeséli, hogy ő hogyan gondolt ezt az egészet. Na most ennél bátrabb gondolat nemigen született még, hogy maga a főszereplő szájából fogjuk hallani, hogy én hogyan gondoltam. Ennek mondhatom, hogy előzménye az András könyve, sőt, mert az 2 kötetes lett, a fordított teremtés az első, a Kútásó a második, Várszegi Asztrik adta a másodiknak a címet, hogy én olyan vagyok, hogy a közös kúthoz nem megyek vízér, maga mások le a forráshoz, de lehet, hogy a forrás ugyanaz.
és ebből szempontból igaza van. Én is Istent keresek, te is, más is. Vagy van, vagy nincs, ezt ne firtassuk, de a keresés a fontos, mert addig úton vagy, míg keresel. És az Isten bikiniben, ez a másik, ezzel kapcsolatos kötetem, a harmadik tétele, az meg a teremtés történettől Stephen Hawkingig szenzációs, szarkasztikus humorral, árkapocs kiakadt tőle. Na most, ha ennyi mindenről van véleményem, mondani valóm, mesélni valóm, akkor nem szabad kerülgetni, íróvá lettem a humoristából lépdelve előre, miközben a humorom is megmaradt, az imént említettem még a indulásunk előtt, a beszélgetés indulása előtt, hogy a Végtelen agymenés című kötetem most íródik, ilyen asszociációs halmaz, ott aztán elesik mindenki megint a nevetéstől, de az érett humor, amit mostanában hiányolnak, bukkan elő ebben is, mert a rafinált aggyal kell gondolkodni, és ilyesmire Boncz Géza volt az, akire azt mondtuk, hogy ha van egy ötlet, akkor abból még facsar egyet, csavar egyet rajta, és újabb jön. Na hát én ugyanaz a szegedi agy vagyok, és bennem ugyanezek motoszkálnak. Nem tudom, hogy hol a vége, de egy biztos, hogy amíg a batyuban van valami, nekem itt kell maradni. A 10 év író munkássága során, ugye mellette még előadó művészként is szerepelek, aktívan. Sőt, most gyerekműsorokkal lépek föl sokszor. Most a beszélgetésünk után is egy előadásra mész. Minek, vagy hát, hogy hova helyezel több hangsúlyt? Mi kap több teret az életedbe, az írás? Most vagy az írás. Írás, és amit mindenkinek a figyelmébe ajánlok, az olvasás. Most egy csomó anyuka, tényleg egy csomó, sokan küldik el nekem a rosszul megírt verseiket, ritmushibától, minden bajuk van. De hát született gyerek, most ők akkor írnak verset. És mindegyiknek írom, anyuka, olyan jókat írt Vörös Sanyi bácsi, Varró Dani, Tankós Irató Károly, Lack Fiancsi, vagy bárki, vagy én is, tessék olvasni a gyereknek ezeket, ne roncsd el őket azzal, amiket írtál. Jó gondolat, csak rosszul van, nem értesz hozzá. Yeah. Na most, ha az olvasás megtanít valamire, amikor elbizakodott az ember, hogy milyen nagy tudású, akkor kezdjen el olvasni olyan bölcseleti könyveket, filozófiai könyveket, regényeket, verseket, amelyeket még nem olvasott. És mindegyikbe talál valakitől valamit, hogy ez a könyvem, meg amaz, de jó volt, meg amaz, és egy ilyen lépdeléssel jutsz el odáig, te jó Isten, végre eljutottam az olvasás által addig, hogy rádöbbentem, hogy az, amit tudok, mennyire kevés, mert még mennyi mindent nem olvastam el, még mennyi mindent nem tudok. Most én bújom a könyveket, több időt hagyok magamnak, annál is, ami előtte volt, döbbenve rá, hogy még mennyi mindent kell elolvasnom, és Márai élete utolsó éveiben a naplójából tudhatja, aki olvasta, én is onnan tudom, már nem akart olvasni. Egy idő után elveszti az ember, hogy minek, már nincs értelme, már mindent tudok, tulajdonképpen élni akarok, kicsit csak nézelődni. Ez a sztoának is az egyik lényeg, hogy szemlélődsz. De ez már egy picit a kesergés is. Na most, ha valaki Márainál többet olvasott, az egy nagyon nagy olvasó. És egy idő után ő is ráun, mert a korra előre haladva fáradsz már az olvasástól. És fontos, hogy lásd a világot. Na most én abban a fázisban vagyok, amikor még alkotok is, de az olvasást előtérbe toltam, és amikor eddig jutok el, amit a Márainál beszéltem, ha megélem ezt a kort, akkor még festeni szeretnék. Tehát életem utolsó 5-10 évére terveztem, hogy mindazt, amit nem festettem még ki magamból, azaz minimális, amit kifestettem, azokat én még akkor megfestem, meg fogom festeni, csak ehhez meg kell maradni. Ez az, amit nem tudunk. A Sosem volt Toszkána erről szól. Az emberi élet utolsó 3 hónapjáról egy rákos a főhős. Tehát nem tudjuk, hogy kitart-e addig az életünk, de az biztos, hogy amíg van bennünk szufla, addig az alkotást is, és a töltődést is, és amikor odáig jutunk, hogy
az alkotásban kevesebb örömet látunk, jegyzetelünk, mert azt az ilyen ember nem bírja kiadni. Tehát az alkotó nem megy nyugdíjba. Én az idén ezzel a Százszor széppel, a Nagyon fájl című kötetemmel, ami felnőttek verses kötete, ennél egy kicsit sötétebb borítóval, és az Egyedülállok, a humorista életművel egy hármas könyvet adtam ki a Könyvhétre, és én bejelentettem, most is elmondom, hogy én az életművemet lezártam. Lezártnak tekintem. Mindezt azért jelentettem, és most is mondom el, mert úgy gondolkodom, hogy sajnos az életművünk mindig félbe marad. Hiába érezzük azt, hogy lezártuk, valamit mindig félbe hagy az, aki meghal. Na most, én ezzel a három könyvvel lezártam, ez már desszertként született, a Hangyabanda is desszert, hozzá fog tartozni, de ez már úgy, mint mikor Balczó Münchenben győzött, az öttusában olimpiai bajnok lett, hogy azt mondta, futok egy jót és kész, a filmben mesélte el, nem görcsölök, ami kijön. Tehát azt mondja, én már nagy bajnok vagyok, most ha meg tudom nyerni az orosz ellen, akkor megnyerem, de ezt lazán, és megnyerte. Na most ez is olyan, hozzájönnek, ez az én pluszom, de egy lezárt életmű, összesítő versek, Nagyon fájl, összesítő humoreszkek, magánszámok, Egyedülállok, és összesítő versekben Százszor szép. És ami mostantól kezdve jön, az az én ráadásom. De így nyugodtabban alkotok. Ugyanúgy, mint a Balczó nyugodtabban futott. Érzed ennek a filozófiáját, hogy megkönnyebbültem attól, hogy rendet kell még rakni a szobámba, mert mindenki kínlódik azzal, hogy mi lesz a könyveimmel. Hát gyönyörű könyvbirtokom van, több ezer könyv. Most is aggódom, beletűzdeltem lapokat, hogy dedikált könyv, ott van, aha, hogy az unokám tudja majd, hogy ez dedikált. Beleteszem majd a lapokat, hogy fontos könyv. Ezeket most akarom megcsinálni, hogy azt el ne dobják. Beleteszem azt, hogy jegyzeteimmel telve, hogy őrizzék meg, mert azt nem lehet antikváriumba adni. De a legjobb lenne, ha ez a teljes könyvanyag így, ahogy van, átkerülhetne egy szobába, mondjuk ahol az unokám él majd. Csak vajon a könyvnek lesz-e még akkora sansza, és lesz-e annyira fontos nekik a könyv, mint amennyire ez a könyv csomó nekem fontos. Holott, ami a szobámat körbeöleli, mert körbe megy végig a könyvek sora, az vagyok én. A barátaim vannak a polcon. Ismertem vagy nem ismertem őket. Úgyhogy sajnos átdolgozzák az emberek úgy az életüket, hogy a könyvtől elfordulgatnak. És aztán jönnek rá, hogy elszállt az élet, és összesen olvastam 2 könyvet. Összesen olvastam 22 könyvet. Majd itt a nézők tessenek összpontosítani erre, és összesíteni, hogy ebben az évben hányat olvasott, volt a kezében verses könyv, elolvasott-e egy verset vagy se, azon kívül, hogy a gyerekének olvas. Síralmas eredmények jönnek ki. Én tudom, hogy dolgozni is kell, de az élet meg egyszeri és rövid. Aki ezt nem tudja arányosan beosztani, annak annyi. Van egy mondásom, minden interjúmban elhangzik, a véletlen úgy hozza most is. Mindenki azt mondja, de nem érek rá. Holnapra be fogod írni, hogy kivel találkozol egy interjúra? Be. A naptáradba. Igen. Neked is mondom, nézőknek is. Írd be a naptáradba, holnap hogy holnap 4-kor találkozom velem. Magammal. Igen. És menj el. Azon kívül szédelegj a világba, és ez a másik jó ajánlatom mindenkinek, ha utazol, és soha nem tévedsz el, nem lesz miről mesélned. Hát, még hallgatnánk hosszas órákon keresztül. Ennyi adásidőnk nincs. Igen, sajnos most ennyi fért bele. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm. És köszönöm a nézőknek is a figyelmet. Viszontlátásra.